A második sorozatunk, amit bemutatunk, az Apple TV Plus-on jött ki, ez pedig a legendás kaland, angolul a Mythic Quest. A sorozat egy videójátékokat gyártó cégről szól, és lényegében egy munkahelyi szitkom. A sorozatot a Felhőtlen Philadelphia írói alkották, és írták, és rendezték, és játsszák a főszerepet, és egy nagyon-nagyon vicces sorozatról van szó, amelyben főleg a karakterokat imádni lehet, főleg a rendkívül narcisztikus, egomániás főnököt, és az összes többi karaktert egyszerűen. Ez az a fajta sorozat, amelyet néztek, és azért nézitek, hogy ott legyetek ezekkel a karakterokkal, és átéljétek azokat a kalandokat és érzelmeket, amelyet a karakterek is átélnek. Egyébként az első évadja tavaly jött ki, és a második évadja pedig pár hónapja kezdődött, és most a forgatás idején is még megy, és júniusban lesz vége. That's what turns coal into diamonds. Yo, what's up, Snoop? Alright, man, when are you releasing that new experience? When are you releasing that new album? Hát mérföldkőnek nem mondanám ezeket, inkább jó tapasztalat, és azt érzem most is magamon, hogy sok edzővel megismerkedtem, és így nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, de a legnagyobb mérföldkőnek nyilván a Győr U19-ben az utánpótlásban szereztem legtöbb tapasztalatot, és most így legutóbb Budaörsön, ahol végre felnőtt labdarúgóként tekintettek rám, és sok tapasztalatot gyűjtöttem ott, és úgy éreztem magam, hogy tagja vagyok a csapatnak, és ez egy felnőtt bajnokság, és lehet bizonyítani. És én szerintem úgy látni, hogy tudtam bizonyítani, és tudtam feljebb lépni is. Most ki vannak száradva? Ugye már háromnak nem ittak egyáltalán semmit. Igen. Sütéskor fontos lesz. Na, nagyszerű. Hát akkor fogjunk neki. Akkor kezdjük a tiéddel, jó? A legkisebbel. Jó. És akkor nézzük. Jól süssétek át.